Ebben a videóban a légzőszervi nyálkahártya regenerálásáról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A nyálkahártya az üreges szerveinket bélelő védőréteg, ami egy sikamlós, nedvel nyálkával bevont felület. Felépítése hasonlít a bőr felépítéséhez, azzal a különbséggel, hogy vékonyabb és felszínét nem fedi szarú réteg, ebből adódóan a mélyebb rétegekben található erek jobban áttűnnek, ezért a nyálkahártya élénk piros színű. Nyálkahártya béleli a gyomrot, a beleket, a légutakat, a húgyutakat, a szemüreget és a nemzőcsatornát is. Nyálkahártya található a tüdőnél, a hörgőknél, az orrban, az orr melléküregeknél, a torokban. Ebben a videóban elsősorban a légutaknál lévő nyálkahártya regenerálásáról lesz szó. A nyálkahártya regenerálásban érdemes gondolkodni hörghurut, orrdugulás, nyálkahártya duzzanat, orr melléküreg gyulladás, orrnyálkahártya gyulladás, kiszáradt torok és orr, arcüreg gyulladás, pollenallergia, asztma és COPD esetén is. Az első hatékony eszköz a kezünkben a légzőszervi nyálkahártya felületek regenerálásához a só, tehát a nátriumklorid, amit belélegezve alkalmazhatunk. Léteznek sós levegőt előállító készülékek, amelyeket például irodában vagy hálószobában célszerű alkalmazni, tehát olyan helyeken, ahol hosszabb ideig tartózkodunk. A belélegzett só fellazítja a nyákot, az eldugott részeket, gomba és baktériumellenes, fertőtlené, tisztít, lágyító hatása van a nyálkahártyára. A sóbarlangban való tartózkodás is hasonló hatással bír, tisztítja a tüdőt és a hörgőket, segít a lerakódott váladékok felszakításában, ápolja, védi ezt a belső bőrfelületet, a nyálkahártyát. A második segítséget az A-vitamintól kapjuk. A különböző nyálkahártyák sikosításához, nedvesítéséhez. Az A-vitamin a legfontosabb vegyület, ezért elengedhetetlen ugye a szemekhez is az A-vitamin, például szemszárasság esetén. Az alacsony A-vitamin szint növeli a nyálkahártya fertőzések esélyeit, mindenhol a légzőrendszerben gyorsabban szárad ki az orrunk, a torkunk. Az A-vitamin elsősorban az állati eredetű ételekben található meg, mint a máj, a halételek, a vaj, a tojás, a csukamájolaj és a sajtok. A növényekben lévő bétakarotint a májunknak át kell alakítani a vitaminná, de sajnos ez az átalakítás csak nagyon alacsony hatásfokkal működik, néhány százalék alakul csak át. A következő, amit bevethetünk, azok az illóolajok. Érdemes jó minőségű illóolajat keresni, ebben az esetben nem érdemes spórolni rajta, hiszen az illóolajat bevisszük a szervezetünkbe a légzés során, tehát ugye ilyenkor nem külsőleg alkalmazzuk. Forraljuk fel a vizet, majd vegyük le a tűzről, és adjuk hozzá az illóolajat, akár több fajtát is, 10-15 cseppet, majd egy törölközővel lefedve a fejünket, hajoljunk az edény fölé, és lélegezzük be az illóolajos gőzt. Először is nagyon jó a légzőszervi nyálkahártyák számára a borsmenta és az eukaliptusz illóolaj, hűtik, felfrissítik a nyálkahártyát, a légzőcsatornát, segítenek lazítani, kitágítani a tüdőt, az orrjáratot. A tömjén és az oregano illóolajnak pedig erős baktérium és gombaellenes hatása van, tehát a nyálkahártyánál lévő gyulladást mérsékelhetjük velük. A tömjén fő hatóanyaga a beta-pinén, az oregano olajban a karvakol és a timol. Nagyon jót tesz a légzőszervi nyálkahártyáknak a fokhagyma, tehát fokhagymát nyersen fogyasztani napi szinten mindenképpen egy jó ötlet, ha javítani akarunk a légzésünk minőségén. A spirulina algával is megtámogathatjuk a nyálkahártyánkat, csökkenthet a szedésével az orrfolyás, az orrdugulás, a viszketés mértéke. Komoly fertőtlenítő és gyulladás csökkentő hatása van a légutakra, az olajfalevél kivonat is. Egy hatékony gyulladás csökkentő. A böjtölés alatt, mint időszakos böjtölés, vagy a hosszabb 24 vagy 48 órás lébőjt vagy vízböjtök során, komolyan beindul az autofágia, a testünk leghatékonyabb önjavító mechanizmusa, amikor a hibás sejtek maguktól elpusztulnak, önemésztődnek. A felduzzadt vagy eldugult nyálkahártyánál rengeteg nem kívánatos sejt van, amelyek a nemevés időszakában önmaguktól távoznak, tehát a testünk eltávolítja őket. Ezáltal ugye kitisztulnak a légutak, csökken a duzzanat a nyálkahártyán, kitágulnak az orrjáratok és a tüdő is. És végezetül a futással, kerékpározással, úszással is hatással lehetünk a nyálkahártyára. Egy
20-30 percig tartó futással komoly tisztulást érhetünk el az orrban, megtisztul, felfrissül a nyálkahártya, ráadásul a szívünket és a tüdőnket is kondiban tartjuk vele. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy mások is megnézzék, lájkold, oszd meg másokkal, és ne felejtsd el feliratkozni a csatornára, ha még nem tetted meg. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.